A férfi kézilabda NB1B nyugati csoport 7. fordulójának úgy vághatott neki az Etosz ese, hogy először a bajnokságban ő volt az esélyes, hisz a tabella utolsó Várpalotát fogadta. Jól is kezdtek a rostalegények, a 4. percben 4-1-re vezettek. Bár akadt néhány technikai hibájuk támadásban, és nem mindig zárt jól a védőretesz, ettől függetlenül a 23. minutumra Bella révén már 5 volt közte 11-6-nál. A félidőt végül 14-8-ra nyerték a hazaiak. Fordulás után 7 perc alatt már 9 volt közte, de a 10-re még várni kellett. Bár néha akadozott a győri gépezet, a Várpalota meglehetősen szerény játékerőt képviselt, ezáltal semmi sem veszélyeztette az egyetemisták sikerét. Végül a 12 gólt termelő Dimitri Petrenko révén 29-19-re győztek Rosta Miklós tanítványai, vagyis megérte beáldozni a hétközi Magyar Kupa meccset. Ezért kellett a Gyimát pihentetni, a Petrenkót, hogy most ismét tudja húzni, mert ő sincs olyan állapotban, hogy egy héten 3 meccset bírja. Illetve azok a fiatalok, gondolok egy Vaskó Balázsra, egy Babickire, most már bátran bemertem őket küldeni, és most már nem is lámpalázással, most már megcsinálták azokat a dolgokat, amik tőlük elvárható. Az Etosz ese 7 forduló után 7 ponttal a 8. a bajnoki táblázaton. Következő meccsén november 9-én vasárnap a Szentendrét fogadja az Egyetemi Sportcsarnokban.